Sziasztok, itt Atis, és ez az első weboldal ajánló videóm, és ez a Giveaway Room, ezt a Gamespace csinálta ezt a weboldalt, és ezzel elérhetővé tesz nekünk Steam-es kódokat ingyen. Ennek az a feltétele, hogy fel kell regisztrálni az oldalra, és ennyi, csak fel kell regisztrálni az oldalra. A másik az, hogy pontokat kell gyűjteni, és pontokért tudsz kiváltani Steam-es kulcsokat. Most egyről eléggé kevés játék elérhető, de ez szerintem továbbiakban még bővülni fog. Lehet jelent ezek a játékok. Mint egy olyan, hogy random kód 350 pont, és szerintem ez csak ezek a mostani játékok közül soros dob egyet, aztán. De az 350 pont azért, hogy nem is rossz. Ezen gondolkodik az ember, úgyhogy itt összejön neki annyi pontja. És van napi, heti és havi játékok, és erre lehet így jelentkezni. Akár van ezerre, én is jelentkeztem, hogy ennyi. Lájkold, hozzá is szólhatsz, megoszthatod Facebookon, megoszthatsz, kenny. És akkor jelentkeztél már a játékra. Van akkor a heti, 250 pontért lehet jelentkezni erre a nyeremény játékra. Ezek vannak. Syndicate, Call of Duty Black Ops 2, akkor Need for Speed, Watch Dogs, szóval nem rossz játékok vannak. Ami itt van, amire én szerettem volna jelentkezni, az még 29 nap és 14 óra volt rá. Mindegy, GTA 5-re arra akartam jelentkezni, de nincs elég pontom, láthatjátok. 27 pontom van, úgyhogy bele kell húznom. Ezek voltak a játékok és a nyereményjátékok. Van ilyen, hogy extra. Na, itt olyan van, hogy Fox, rákattintasz erre, bedobja neked ezt az oldalt, és kapsz érte pontot. Amennyi pont, igen, tessék. Amennyi pontot itt kír, annyi pontot kapsz. Ezt naponta neked kidobja, és csak annyi a dolgot, hogy hogy rákattintasz. Ennyi, tök egyszerű az egész. Csak rákattintasz. Más dolgod nincs. Bedobta a kritika oldalukat, a Gamespace-nek az oldalát, és akkor visszamegyünk. Ezt, ahogy látom, ezt egy naponta meg lehet csinálni, és ezzel tudsz pontokat gyűjteni, és ezzel tudod majd megvásárolni a játékokat. És akkor ezt a pontot is megkaptam, és már két ponttal több, csak így kell gyűjtögetni pontokat. Aztán van még egy lehetőség, amit a videójukban el is mondanak, az pedig, hogy csinálsz egy olyan videót, mint én, feltöltheted a saját csatornádra, meg mennyire megmutatom. Lehet, hogy bemásolom videómmal a linket, és akkor ennyi a dolgot, és tessék, megvan 44 pontod. Ez nem tudom, én nyomtam, hogy megnézem újra, nem hiszem, hogy újból megkapom 4 pontot, nem. Ezt már néztem. Van ez, tudnivalók az oldalról, pontgyűjtés, stb. Nem tudod növelni az esélyeidet. Mennyi játékot sorsolunk ki, meg ilyesmi, szóval információt oszt meg velünk, az oldal pontjaid, az, hogy miből szereztél pontokat. Ilyen is van, aztán ez a másik, hogy ha te meghívsz valakit erre az oldalra, azért is pontokat kapsz, amiből tudsz játékokat venni, Steam-es kulcsokat, azokból a pontokból fel tudod oldani a Steam-es kulcsokat, ha meghívsz valakit. Nem tudom, hogy ez mennyi pontot ad, de
fogalmam sincs, de látom, hogy én is megkívok ezt a barátot, és hogy akkor így a csatornám is jobb lesz, mert több játékot tudok nektek nyújtani, belőle nyújtani videót. És ennyi az oldal, na akkor... mondtok egy ilyen e-mail címet, amire el kell küldened a videódat, és ez ilyen pályázatszerűség. Elküldöd a videódat, és akkor azt támogatja, hogy mennyi megnézésed van, mennyi megtekintésed van, annyi pontot kapsz, illetve hány regisztrálót szerzel, azt így összeadja, és akkor annyi pontot kapsz ezen az oldalon. Tök jó pofa. Szerintem. Én is gondolkodtam egy-kettő, bár a Witcher 2 az nem. Vagy ez vagy, nem tudom, érdekesnek tűnik. Azóta ebből is már csak egy van, és nekem így 44 pontom van. Úgyhogy ez így, vagy nem, a Witcher 2-t az most nem érdekel, mert a 3-on játszok. Mindig ez az oldal, ez nagyon, nagyon fasz a kis oldal. Úgyhogy tudom ezt nektek ajánlani. Ezt az oldalt. Infogamespace. Ja, hogy itt meg információt kérhetsz, kérdezhetsz tőlük akármit, és segítenek neked. Ennyi. Ennyi ez az oldal. Ha tetszett, lájkoljátok, hogyha nem tetszett, diszlájkoljátok. Sziasztok!